more about those for sure, so I don't touch too much. Nem majd fog beszélni, biztos. But this one is something I want you to understand around this topic. Like, hockey is team sport, open performance in open environment. And now... Igen, ami kulcsfontosságú, hogy átlássuk, hogy a jégkorong az egy csapatsport, és egy nyílt teljesítményt, nyílt környezetben hajtanak végre a játékosok, mert mindjárt kiderül, hogy ez. So, through the examples like snooker, closed environment, closed performance. Balls are stationary, you take your time to do your shot, nothing else affects on your performance except your own execution. Ugye, ha megnézzük mondjuk a snookert, az zárt abban az értelemben, hogy amikor te következel, akkor a világ összes ideje a tiéd, az ellenfél nem zavarja meg a te mozgássorozatodat, azt csinálsz, amit akarsz, csak saját magadra kell fókuszálni. In golf, the performance is closed, so you have your time to take your shot, ball stationary, but every course is different, the land shape, wind, everything affects that you have to take into account on your execution. A golf nagyon izgalmas, hiszen abban az értelemben zárt a teljesítmény, hogy ugyanúgy az ütésnél az ellenfél nem zavarkolódik, viszont nyílt környezetben van az egész, hiszen minden pálya más, mindig máshol vannak a lyukak, fúj a szél, stb. And last example, tennis, open performance, so you have to hit the ball in movement, it's coming differently, different speeds, but the net is always same height, the borders of the field is same, so that's not changing, only your performance, how you execute is changing. Tenisz ezzel szemben nyílt teljesítményt követel, hiszen a labda mindig más sebességgel jön, máshova jön, viszont a környezet zárt abban az értelemben, hogy a pálya szabványos, mindig ugyanolyan. So, coming to hockey, open performance, open environment. Na most, a jégkorong ebben a tekintetben, tehát nyílt teljesítményt követel meg egy nyílt környezetben. So, basically all the time, you're in movement, you're distracted, there's 9 other players you have to dodge, many times 4 referees you have to dodge, everything is changing all the time. Jégkorongban ott van rajtad kívül 9 másik játékos a jégen, ott van a játékvezető, állandóan zavarnak, és bonyolult a helyzet. So, here we come to the ability to execute things in open environment. És ebben a tekintetben kulcsfontosságú, hogy képesek legyünk bizonyos mozgássorozatot végrehajtani egy nyílt környezetben. So, being able to execute those sport and athletic skills in that game performance. Tehát a sport specifikus és az atletikus készségeknek is ebben a nyílt környezetben kell kifejeződnie, és végre kell tudnunk hajtani ezeket ebben a nyílt környezetben. And does our practicing support how things happen in a game. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az edzés munkánk az támogatja-e, elősegíti azt, hogy a játékban megtörténő dolgokra fölkészítse a játékos. Okay, so developing individuals. Hogyan fejlesszük az egyéneket? This is what we mostly think about and focus when we think about improving individuals, technical and physical abilities. Better shot, harder shot, able to pass harder, skate faster, get stronger, better balance. Amikor az egyéni készségfejlesztésről beszélünk, akkor általában a technikai és a fizikai képességekre, készségekre gondolunk. Erősebben tudjon lőni a játékot, gyorsabban passzolni a korongot, pontosabban passzolni, gyorsabban korcsolyázni. But the thing is, all this practicing usually happens in closed environment. Viszont az edzés munka jellemzően zárt környezetben valósul meg. So, we remove the pressure, decision making, all those factors that happen in game situations. Kivesszük az egyenletből azokat az egyébként a játék során megtörténő nagyon fontos elemeket, mint például azt, hogy a játékosok egymást zavarják, vagy ami történik a mérkőzésen. So, the other way to look developing the individuals is to improve their playing skills. Másik lehetőség a játékosok fejlesztésére a játék készség fejlesztése. So, some can call it hockey sense also, but... Ki ezt érzéknek, a jégkoronghoz való érzéknek mondja. So, that's the thing that we add
like it's still using those skills, skating, shooting, passing, stick handling. Ugyanazokat a készségeket vetjük ladba és fejlesztjük. But we add those game-like environment distractions, so decision making. De behozzuk az egyenletbe a mérkőzéseket jellemző zavaró tényezőket, mint például, hogy döntést kell hozni. So player is able to play head up, see the eyes, know the options. A játékosnak legyen a feje fönt, pásztázza a körülötte történő dolgokat és értelmezze. And able to adapt and improvise. Legyen képes alkalmazkodni és improvizálni. So like said, there's the 9 other guys who are moving all the time also, and the refs. Hiszen ott van 9 mozgó játékos és a játékvezető. So being able to react on what the opponent does. It's not only what you do, you have to base your actions on what opponent is doing also. És legyen képes reagálni az ellenfél mozgására. Nem csak arról van szó, amit ő maga csinál, hanem amit az ellenfél. So moving from closed environment to open environment, also in practicing. Tehát elmozdulni a zárt környezetből a nyílt felé már az edzéseken is. And this is something it's really hard to teach for players, and well, basically you can't teach players hockey sense. But nagyon nehéz megtanítani, de nem is igazán lehet a jégkorongos érzéket tanítani. But we can create the environment where the player can learn. Viszont egy olyan környezetet meg tudunk teremteni, ahol a játékos tanulhat. So we can teach them the options, and we can create the environment where they have to make the decisions, but the player has to learn to make the right decisions themselves. Mi elmondhatjuk a lehetőségeket, a döntési lehetőségeket, de a játékosnak kell magának rájönnie, hogy mi a jó döntés egy adott helyzetben. Okay, so this is basic stuff in that way, but going through like 3 stages of skill acquisition and progression on those skills. Ugye ez egy alap dolog, de nem ártalán megemlíteni, hogy 3 szintje van egy adott készség elsajátításának és fejlesztésének. So the first stage, cognitive, so coach shows, do this player can visualize, understand and try to start practicing it. Ugye az első a kognitív szint, amikor a játékos érti, hogy hogyan kell megcsinálni, a fejében az okokozati összefüggések összeállnak. And again, this practicing happens usually always in close environment, and this is important stage that especially with young kids we have to start learning the basic skills and we have to practice in close environment. Ez zárt környezetben zajlik jelenzően, és ez különösen a kisgyerekeknél fontos, hogy zárt környezetben nyugodt körülmények között kezdhesse el az adott készségének a fejlesztését. The second phase, associate. A következő fázis az asszociatív fázis. So after we have learned the skill that we're able to repeat it and vary it also different speeds and depending on situation. Itt már képes megismételni a kivitelezést és változtatni is bizonyos paramétereit a kivitelezést. But this stage usually also still happens in close environment, like and combining skills. Skating, passing, skating, shooting, skating, stick handling. We combined 2 different skills, but good example flow drills that you have to execute 2 different skills at the same time, but it's still only you, nothing distracting you and affecting on your decisions. Ja, ennek a fejlesztése során zárt környezet van, tehát nincsenek zavaró tényezők, a játékos magában van és figyelhet a saját mozgására, de itt már jellemzően különböző készségek kombinálása történik, tehát például korcsolyázás közben kell az ütővel kivitelezzen valamilyen mozdulatot. And then we get the third stage, autonomous, so ability to use the skill in game situation. A harmadik pedig az úgynevezett autonóm szint, amikor a játékos már képes a készséget mérkőzés helyzetben is használni. And this is where the skill training should aim. That too many times we work too much only on the first 2 stages. And the third stage, open environment, implementing the skills in game situations, different time and space, decision making, improvising. That's what's happening in the game. And this is where the skill training should eventually aim also.
Nagyon sokszor az egyéni készségfejlesztő munka az a második fázisnál megragad, holott a harmadik az rendkívül fontos, amikor már nyílt környezetben a játékosnak zavaró tényezőkkel szembenézve döntéseket kell hoznia és improvizálnia. And have to still remember that these are important phases also because you need that high level of basic skills to be able to achieve the third stage and execute it in the open environment. So it's important to practice those skills, especially with kids, but we also need that progression practicing skills. Természetesen nem arról van szó, hogy az első két fázis az jelentéktelen lenne, vagy kisebb jelentőségű, hiszen azokon át kell a játékosnak mennie, hogy eljusson a harmadik szintre. Az a lényeg, hogy célozzuk meg a harmadik szintet. So, I'll show some of you might have seen this video. Lehet, hogy már többen látták ezt a videót. Competition situation, we can say no. Ugye kiütött kiváló készségei voltak, harcművészeti készségei voltak, ez nem kérdés, de képtelen volt ezeket kivitelezni egy éles helyzetben, egy mérkőzéshez. So, can I say my idea that we practice hockey skills, but we need to be able to transfer the skill, use of the skill in the actual game situation. Nagyon fontos, hogy miközben fejlesztjük a játékosok készségeit, mindig tartsuk szem előtt, hogy hogyan fogja tudni ezt mérkőzés helyzetekben is elővenni és alkalmazni. So, shooting. And I have this why and how, what Diego also spoke, why is in house and same thing that shooting, where to shoot, purpose of the shoot. Ugye a lövés kapcsán a játékosnak nyilván tudnia kell, hogy hova lőjön és milyen célból kell azt a lövést leadni. How ability to shoot from skating, one-timer, twist, snap, slap, backhand, quick release, bad stance, distracted. Természetesen amellett, hogy tudja, hogy miért, tudnia kell, hogy hogyan. Tehát képes legyen korcsolyázás közben leadni egy lövést, különböző lövésfajtákból tudjon választani, miközben esetleg a mozgásában zavarja. So, again, this is the end product, but when we practice skills, shooting as skill. Ugye ez már a vége a folyamatnak, amikor már zavaró körülmények között is képes a megfelelő lövést leadni. This is where we need to aim. Ez a cél, hogy ide eljutassuk. Developing that skill. A készség fejlesztése során. In passing, why risk management to create, to control. Ugye a passzolásnál, hogy tudnia kell, hogy miért passzol, tehát hogyan kezelje a mérkőzés helyzet kockázatát, hogyan alakítson ki helyzetet, hogyan irányítsa a játék folyamatát. Same thing like how able to pass, forehand, backhand, under pressure, tight space, hide the direction of the pass. És természetesen azt is tudnia kell, hogy hogyan kivitelezze ezt nyomás alatt, fonákkal, tenyeressel, akár a saját passzolási szándékait is elrejtve. Stick handling, puck protection, deking, being able to do it in movement, under pressure, tight spaces, being able to improvise. Egy korongkezelésnél, és tudnia kell, hogy miért csinálja ezt, hogy a korongot fedezze, esetleg cselezzen vele, és tudnia kell aztán, hogy hogyan kivitelezze ezt mozgás során, nyomás alatt és improvizálva. Skating, positioning, create space, take away space, abilities like how speed, balance, agility. Korcsolyázásnál is
értenie kell a pozíció felvétel alapjait, hogyan teremtsen helyet, hogyan vegyen el területet, és természetesen tudnia kell, hogy hogyan korcsolyázza sebesség, egyensúly, agilitás. So, to apply these skills in game situation, we need that mastery of the basic skill. So, tehát az alapvető készségeknek a magas szintű tudása fogja lehetővé tenni a játékosok aztán mérkőzés helyzetben is alkalmazni. So, especially once working with young kids, we need to teach and work those skills that we can achieve these stages eventually, that we're able to use it right way in a game situation. Különösen a gyerekeknél nagyon fontos az alapok lerakása, hogy aztán eljussunk oda, hogy a harmadik fázis megtörténjen, azaz mérkőzés helyzetben a játékos képes ezeket a készségeket landolni. And that comes the progression on practicing also that the top players many times get away too easy. Sajnos sokszor megtörténik edzés során, hogy a legjobb játékosaink túl könnyen végrehajtják a gyakorlatokat. So we have to create that environment where we push the players that they had to be learn to execute these skills game like high speed, distracted, varied time and space and keeping their head up. Olyan környezetet kell teremtenünk az edzés során, ahol a játékosok nyomás alatt vannak és arra vannak kényszerítve, hogy nagy sebességgel, zavaró tényezők között különböző idő és tér feltételek mellett hajtják végre ezeket a mozgásokat. And if we look these skills as to be used in game situation, it's always how you use that skill, it's driven by the decision making that you wanna gain advantage over the opponent. És az egész készségeknek az alkalmazása döntéshozatal alapul legyen, hogy abból a célból vetjük ladba ezeket a készségeinket, hogy előnybe kerüljünk az ellenfélhez képest. And on that decision, it's always opponent actions affect on that. Természetesen a döntéshozatal befolyásolja az ellenfél cselekvés sorozata is. And this is the again, why and how, what Diego spoke also, have a plan, what we do, what we want to improve. That there's a reason what we do, we want to get better at something, we want to develop something, that it's not just doing things. És kulcsfontosságú, amire Diego is felhívta a figyelmet, hogy mindig, ha csinálunk valamit, tudjuk, hogy miért tesszük azt. Ne csak úgy legyen egy edzésgyakorlat, hanem pontosan tudjuk, hogy melyik edzésgyakorlat, ami mit szeretnénk elérni. And like teach and demand details, and it's actually nice what Diego spoke about how to be as a coach and easily, especially with capital letters there, teach and demand, it's like fucking get it done, like it keeps that, but teach and demand, it doesn't mean yelling, it means encouraging and pushing the players to do their best and push their limits. Tanítsuk és követeljük meg a részletekre való odafigyelést, és nagyon fontos összekapcsolni a gondolatmenetet Diegoéval, hogy ezen nem feltétlenül, sőt, ez nem azt jelenti, hogy üvöltözünk a játékossal, vagy mindent a szájába adunk a legkisebb részletekig, hanem azt jelenti, hogy egy olyan környezetet teremtünk, ahol a játékos a saját határaig el tud menni, és ennek révén fejlődik. So, another video. Let's see.
Már az edzés során is a mérkőzésekhez hasonló környezetet kell teremteni. And like if we watch the clips there, under pressure. Ahogy a klipekben is láttuk, legyen a játékos nyomás alatt. In high speed. Nagy sebességgel végezze a mozdulatot, kivitelezze a mozdulatot. Changing of pace. Esetleg meg kelljen változtatnia a saját sebességét. Tight space. Szűk helyen. Change of directions. Irányváltása. And reacting, decision making. És reagálnia kelljen, döntést hozni. So, again, this is where we wanna aim. Ez az, amire a célunk kell. We wanna aim in game-like environment. Legyen a célunk, hogy egy mérkőzéshez hasonló környezetet teremtsünk. It's easier with older, under 18, 20 pros, especially, you can do it more. But for kids, small area games with different rules are great way to make the kids try the skills you've been working
in a game-like environment. 18-20 éves vagy profi játékosokkal kicsit könnyebb az ilyen környezet megteremtése, de kisebb gyerekekkel a kis területes játékok révén megteremthetőek azért ennek a feltételei. And you can also, with different rules, emphasize learning those certain skills in game environment. És ha változtatjuk ennek a kis szűkterületes játéknak a szabályait, akkor bizonyos gyakorlatok révén rá erősíthetünk egyes készségek fejlesztésére. And with kids it's more about playing, let them try, and like a lot of what Diego talked about, that it needs to be fun. És a kisgyerekeknél, ahogy Diego is mondta, hagyjuk, hogy csinálják a játékot, hagyjuk, hogy élvezzék. But with older kids and especially with pros, we need to demand the details. De idősebb gyerekeknél és a profiknál kiváltképpen meg kell követelnünk a részletek pontos kivitelezését. And we need to demand the game-like execution. És meg kell követelnünk, hogy úgy hajtsák végre az edzés gyakorlatokat, mintha mérkőzés ellenére. That's the most common mistake, I would say, from player side, that they don't execute things game-like. A játékosok részéről a leggyakrabban előforduló hiba, hogy edzésen nem úgy hajtják végre a mozdulatokat, mint a mérkőzésen. Like, basic example, flow drills, the player turns, couple passes, gets the puck, there above the blue line, and then he stops skating, flies to the dot level, and takes sloppy shot on the net. Mi egy egyszerű példa, egy egyszerű kis edzés gyakorlat, hogy a játékos kap egy paszt a kék vonalon, elkorcsolyázik a bedobó pontot, aztán lő. Nagyon gyakran látjuk, hogy a játékosok nem olyan tempóval korcsolyáznak, nem olyan minőségű lövést eresztenek el, mint a mérkőzésen. And exactly like these situations, we need to demand the details and push the players do game-like execution. És pont az ilyen egyszerű gyakorlatoknál is meg kell követelni a játékost, hogy minden részletet a kivitelezésben úgy hajtson végre, mintha csak egy mérkőzésen. There, I have now examples of how to implement individual development in team practices. Ugye nézzünk néhány példát, hogy hogyan lehet az egyéni készségfejlesztést belefoglalni a csapat edzés munkájába. And like in these there's a couple of drills, but like it's not so much about the drill, it's about the idea how we create the game-like environment or game-like situation where we add the decision-making. Ugye itt nem is annyira a konkrét gyakorlat az izgalmas, amit ő mond, hanem az, hogy a filozófia hogyan jelenik meg, hogy az egyéni készségfejlesztés egy mérkőzés jellegű helyzettel kombinálódik. So we used last season in MUTS this quite often, that we separate forwards and Ds so we can go more individual skill practicing. Ugye például a MUTS-nál előszeretettel alkalmazták, hogy elkülönítették a csatárokat és a hátvédeket, így lehetett fókuszálni a munkára velük. And we, when we split them, we try to create drills that imitate certain game situation. És olyan edzés gyakorlatokat hajtottak végre velük, amelyek bizonyos mérkőzés helyzeteket imitáltak testesítettek. This one, scoring, really simple. Nagyon egyszerű gyakorlat. And like I said, it's not so much about the drill. De most nem a gyakorlat az izgalmas. It's more about the demand and execution. So az a követelmény, amit a játékosok elé állítanak a kivitelezésben. So, single, you need four guys, one can be coach. Játékos. So, start from the middle. Középről indul. Couple quick lateral steps, open up, get pass. Gyors mozdulatok oldalra, kapja a korongot. One timer, one touch. Lövés, vagy egy átvétel után lövés. Couple steps, other side, again, open up. Másik irányba. Couple steps backward, open up. Hátra. And the last one, after that third shot, you jump forward, full speed, get puck, and you can have coach or another forward giving pressure that when you get that pass, they're top of the circle, you can't start gliding. You have someone giving stick, giving pressure, force him to make that move
on goalie, take shot, whatever it is, under the pressure. És utána a harmadik lövést követően pedig teljes sebességgel el kell kezdeni korcsolyázni előre, és majd kapni fogja a korongot, amit rá kell lőnie, de ott van a nyakán egy zavaró játékos, aki nem teszi lehetővé, hogy kényelmes tempóban csúszson előre, hanem igenis neki teljes sebességgel kell mennie, miközben zavarják, és úgy kell kivitelezni azt a lövést. And like many of these drills, we can vary what skill we want to learn or where we want to put the emphasis. Ugye persze lehet kombinálni, variálni, hogy milyen készségfejlesztését szeretnénk nyomatékosítani. So it can be only one-timers or one-touch plays. Might be, you can tell they had to catch and shoot, they had to catch it with backhand, they had to catch it with their feet, catch with the hand that you flip the puck in the air and they had to catch, put it down, take quick shot, that you can create different kind of game situations inside or how to execute in game inside these drills. És persze lehet variálni, hiszen megkövetelhetjük a játékostól, hogy kapáslövéseket adjon le, vagy éppen mondhatjuk neki, hogy vegye át tenyeressel, fonárkkal, vagy éppen a kezével, és akkor nyilván úgy passzolunk neki. Tehát attól függően, mit szeretnénk fejleszteni, ez a gyakorlat számtalan módon alakítódik. Same advanced option, you move closer. Hogyha egy kicsit nehezebbé akarjuk lenni közelebb, visszük a játékosokat a kapuhoz. So, otherwise, close to same idea, but you add defender there who's distracting, getting free, pushing yourself off, getting stick open, getting hard pass. És bizony itt már azt is a csatárnak bele kell vinni a történetbe, hogy a védőtől megszabaduljon. Doing that from both sides, cutting back, transition, getting puck, transition again, kneecaps up, again in tight space, quick one-on-one. És utána persze, ahogy ez megvan, látjuk a mozgásokat, amiket megkövetelhetünk a csatártól, kapu mögött. And fourth puck, spot behind the net, go there, D, aggressively give pressure, have to get rid of the D, and get in front of the net with the puck. Hogyan rázza le a hátvédet, és aztán forduljon be a kapu elé a korongba. This one, more D, and again we can advance, but really simple, simple breakout drill. But the biggest thing is the coach or forward, that we force that D, when he's going to get the puck, to shoulder check and make decision. And this happens in team practices. Really often that we have breakout drill. We dump the puck, D skates, and then he can do whatever he wants. He doesn't have to make that decision what in game he has to make. Nagyon gyakran előfordul, hogy az ilyen gyakorlatoknál egyszerűen csak bedobjuk a korongot, a hátvéd kényelmesen nyugodt körülmények között összeszedheti azt, mikor indul a gyakorlat. Ezáltal nem helyezzük egy olyan környezetbe a hátvédet, ami a mérkőzésen egyébként megtörténne. So we have the culture forward, take one side away, he needs to shoulder check before going to puck, whether he wheels or tight turns back, but we add that decision making. De azzal, hogy ott az edző vagy ott egy csatár, és megtörténik, hogy a vállával küzdjön meg a korongért, vagy egyszerűen csak lezárjuk az egyik útját, már a döntési helyzetbe hozzuk a hátvédet. And give the breakout pass, catch the head up. És akkor persze ott van a támadás indító passz. And again, progression, you can play with these advance, you can have the forwards or the guy receiving the pass in movement coming across lower, higher, again we can force that D that he needs to get the head up, that it's not again what happens this type of drill normally in team practice if there's no pressure. D knows, okay, the guy will be in the blue line corner and he goes and just throws it there. Again, what you don't execute like in game situation. Természetesen, hogyha senki nem zavarja a hátvédet ilyenkor, akkor a hátvédnek nagyon kényelmes dolga van, nagyon könnyű neki ezt a feladatot elvégezni, de hát a mérkőzésen nem erről van szó. Számtalan módon lehet variálni, hogy a helyezők nyomás alá a hátvédet, és ezt érdemes is megtenni. And this can be advanced to one-on-ones, two-on-ones, two-on-twos, so you can add more there again to work on defensive skills in again rushes, or you can work with the forwards challenging wide, whatever you want. Persze ez a gyakorlat is továbbfejleszthető aztán bizonyos játékelemek gyakorlására. Or we can add second D there,
and coach takes away the D2D option or pushes down, and again we force them to make decision what's the breakout play instead of just telling that do D reverse, do D2D. És ha még több játékos kapcsolunk ebbe a gyakorlatban, mondjuk még egy hátvédet, akitől az ezzel adott esetben a passzsávot el is veszi, akkor a játékosnak már magának kell meghozni a döntést, hogy ezt a támadás indítást ő hogyan hozza, és nincs a szájába rágva, hogy kinek passzol. So what we talked earlier there, that we have to teach options. We have to teach them D2D, D reverse, low forward reverse, wheel, whatever it is. But then this is where we have to aim the teaching, that they have to make the decision. Természetesen megtaníthatjuk a játékosok mindenre, és meg is kell tanítani sok mindenre, de aztán meg kell adni neki a lehetőséget, hogy a döntés hozatalt is gyakorolja, amikor ezen megtanult dolgok közül válik. This one, blind rush, and Diego mentioned this, or said about 3-on-2, that that's a thing like you can't tell for the player what to do. He needs to figure it out. Yeah, most ha a 3-2-es játékhelyzetekről beszélünk, ez amit Diego is említett, hogy nyilván a játékosnak nem lehet mindent elmondani, hogy hogy csinálja, a játékosnak magának kell ezt kitalálni. And I draw a lot of lines there because again, there's it's not about do you want the middle guy drive or white guy drive or both guys drive. That's different ways to coach and play these situations. It's not about that. Ugye, én azért van ennyi vonal itt, hiszen edzői filozófia, edzői taktika válogatja, hogy pontosan mit is szeretnénk látni, hogy a játékosok úgy csinálják egy ilyen helyzet. Most nem ez a lényeg, hogy nem azt akarja mondani, hogy egyik vagy másik a jó. But what we can create is that we force that player, and I know you can do it this just 3-on-2, you have 2Ds there and as a team run it, but I like with this we can teach in that way that we as coaches we can take away options and give them one option that we force them to find that right option, that there is one right option and force them to get the head up and make the decision. Ugye persze lehet úgy csinálni 3-2-t, hogy 5 játékos hajtja végre, de hogy ő szereti, hogyha az egyik játékos helyett ő van edzőként a jégen, hiszen akkor ő tudja, hogy milyen opciókat zár ki, és milyenek felé orientálja a játékosokat, és ezáltal rá lehet erősíteni a játékosok fejlesztése során arra, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos opciókat válasszon. So, whatever the option is, but the player with the puck, we teach the options and the player with the puck, or all three had to figure out then what is open, what is the decision, ugye or best decision. Ugye mi megtanítunk nekik bizonyos lehetőségeket, döntési lehetőségeket, és aztán az adott helyzetben bizonyosakat mi elzárunk tőlük, nekik pedig meg kell hozni a megfelelő döntést. And this drill is something we used quite a lot with the pro team this year also. That ezt a profi csapatnál is, a felnőtt csapatnál is többször alkalmazták ezt az edzésgyakorlatot. That we had two coaches and we take away két edző is van. To take away two options and elvesznek pár lehetőséget, mondjuk kettőt. And even the pro players fuck up the decision still. És néha bizony még a profi játékosok is rossz döntéseket hoznak. Okay. Second, like when we go game situation, system drills, again we add that decision making and ability to play head up. So we take away options or we apply pressure. És amikor a játékrendszer gyakorlása zajlik, akkor is ez a döntéshozatali pont be van kapcsolva a történetbe, elveszünk lehetőségeket, és arra kényszerítjük a játékos döntést. So this one, this drill we used with the under 18. Ugye ez például most, ami következik, ez a 18 éven aluli csapattal alkalmazott edzés gyakorlat. So forward, come up with the puck, pass pass with the lead, other forward time it, coming, cutting cross, another one going over, and coach taking away one of the options. And we force that D again with the puck, get their head up and see which one. Arra kényszerítjük a hátvédet, hogy emelje fel a fejét, elemezze a játékhelyzetet, és hozza meg a megfelelő döntést. But I can tell the coach has to have head up also, I got smoked pretty bad in the practice. Bizony az edzőnek is figyelnie kell a helyzetre, hogy minden rendben legyen. Yeah. And
addition, like how we can progress again, you can do this 2-on-0, you can do it 2-on-1. Yes, the 2-on-0, 2 az 1 ellen. You can have the offensive zone entry variations. Lehet gyakorolni a támadó harmadban való. Have the D joining, so cut back, play the D, hard cycle, and play from there that you can keep continue adding the decision making. És újabb döntéshozatali pontokat hozhatom be. And I know for most probably you watch and you figure that, well, I'm alone on the ice, that's where I'm going to get the four other coaches, but you can teach the players from the old pair who went once, they teach them to be the coach there and force that decision. Ugye persze megtörténhet, hogy most az a kérdés felmerül bennetek, hogy hát nincs kiterjedt edzői stábom, hogyan kérjem meg az edzőimet, hogy ott legyenek vele, amikor bekapcsolódunk egy ilyen gyakorlatba, de egyrészt egyedül is meg lehet bizonyos dolgokat csinálni, vagy bizonyos játékost meg lehet kérni, hogy bizonyos dolgokat csinálja. Here another game situation, double regroup drill, so... Ugye egy új edzői gyakorlat. So we have D capping up, puck spotted behind him. Ugye a mögé bepasszoljuk a korongot. Forward coming out, cutting through the cross in the middle. A csatár azon az ívben mozog. And again here, we have coach. Ugye az edző. Who takes away. Elveszi. One option or pushes the D from one side, force the D. Irányba tolja a hátvédet. Check his shoulder that he knows which way pressure is coming. Able to get rid of, make fake. Spin on the other way, and the cserv kénytelen akkor a hátvéd már bedobni valahogy magának. So again, we add being able to play head up, we add decision making, and also then with the pass, és aztán a pass. Depending on this timing, does he make play here, does he make indirect pass? So we force them to play head up and make decisions like they had to do in the game. Mindig az a lényeg, hogy benn a fej, figyeljük, értelmezzük a játékhelyzetet, és mint egy mérkőzésen hozzon döntést. And well, we would do this with two forwards, and then... Persze lehet két csatárban. Here are offensive zone second puck options, like many drills. We can do something on the neutral zone and then have second puck to play in the offensive zone. Ugye sokszor van az, hogy a semleges harmadban játszunk, aztán a második korunk pedig a támadó harmadban. And again, same thing. Have guy from the previous shift, or if you have coaches, have coach there that add pressure. Nyomás alá helyezzük a csatát. Force the forward to going for the puck to work under pressure. Shoulder check, make decision based on what is taken away, pass to D, take to the net, or cut back to the corner, take it to the net, or make a cycle, short cycle behind the net, and take it to the net. And third one, about implementing the individual development team practices, floor drills. What probably, especially in youth practices, this is what you guys do most, is flow drills. Ugye ezek a flow gyakorlatok a utánpótlás során, pontosan? So, I didn't draw any flow drills because, again, there's endless amount of flow drills you can do. All can be equally good, but what makes them good is the demand. De akkor lesznek ezek jók, hogyha ott van az elvárás. So you have key points, what we want to develop when we do that flow drill. Mik a kulcspontok, mit akarunk fejleszteni. This is something players miss a lot, opportunity to work in flow drills. When you start from the lines, you take three really quick steps with maximum speed. Ugye nagyon gyakran az marad el, hogy a játékosok kellő gyorsasággal induljanak meg. Az első három lépés legyen nagyon gyors. Like I said, shoot from skating. The common mistake in flow drill. We start gliding after we receive the last pass and we glide for 10-15 meters and then take the shot. Instead of keeping the feet moving, taking a shot from skating. Nagyon gyakori hiba, hogy a korong átvétel után csak siklik a játékos, ahelyett, hogy tovább
menne a korcsolyázó mozdulat. Create drills where players have to use all different skills. Olyan gyakorlatokat tervezzünk meg, ahol különböző készségeket kell a játékosoknak használni. That's also something on that planning that Diego said, have plan and have weekly plan, have season plan. Ahogy Diego is mondta, legyen terv, heti terv, egész szezonra vonatkozó terv. Do we go through how many times during the season you have the drill where you force the players to make backhand pass? Hányszor legyen olyan edzésgyakorlat, ahol fonák passzra kényszerítjük a játékos. Or open up tight space, tight turn tight space. That we create flow drills where we force the players to work on these skills. Lényeg, hogy olyan gyakorlatokat hozzunk létre, ahol specifikus dolgokra kényszerítjük a játékost, és ezt fejlesztetjük magát. And let the players know what are the key points. És hagyjuk, hogy a játékosok is tudják, hogy mik a kulcspontok. And demand and push them. És követeljük meg tőlük, hogy ezekre odafigyeljenek, és helyezzük őket nyomás alá feltételezésre. So it comes back to this slide in flow drills, that we create flow drills where the players have to execute those things. És úgy alakítsuk ki ezeket az edzésgyakorlatokat, hogy a játékosoknak ezekre az alapvető készségekre szükségük legyen a kivitelezéshez. I talk only shortly about goalies. Csak röviden a kapusokról. Because otherwise it goes really long. Hiszen így nagyon hosszúra nyúlna az előadás, mert be is mélységében belemenni. So, improving goalies in team practices is really important, because even you have goalie coach or goalie practices, you will never have enough time to do the necessary repetitions through goalie ice practices. Ugye hiába van külön kapusedző, kulcsfontosságú, hogy a csapatgyakorlások során is lehetőségük legyen a kapusoknak fejleszteni. The goalie practices are to learn new team things or focus on technical details or something like that. Ugye a lényeg, hogy új dolgokat sajátítsanak el a kapusok, vagy bizonyos részleteket gyakoroljanak. But the repetitions are done in team practices. De az ismétlés, az ismétlődő elem az a csapatgyakorlása során is. So, megjelenik. I'm looking this through international level, like comparing to Finland. Before under 18, goalie should be basically technically close to perfect. Ugye a finn példát említve, vagy a finn modellt említve, 18 éves korára a kapusnak már a kapusjáték technikai elemeit illetően közel kell lennie ahhoz, hogy tökéletesen tudja ezeket. So your moving technique, saving technique, mozgás, védés should be really high level. Technikája nagyon magas színvonalú kell legyen. And this same goes to the players. Also, when you go under 18, your basic skill levels should be that you master the basic skills. Egyébként ez a mezőnyjátékosokra is igaz. 18 éves korra már az alapvető készségek magas fokon elsajátítottak lenni. And talking about now internationally top players. Persze most a nemzetközi összevetésben is top játékosokról beszélünk. So, what you can do in club team doesn't need more than 10 minutes. Fundamentals in beginning of every practice. Amit a klubcsapatokban lehet csinálni, és ez nem igényel egyébként 10 percnél többet, hogy minden edzés elején az alapokra kerüljön sor. Like I do even with pro goalies, we do 5-10 minutes almost every practice, just fundamentals. Még a profi kapusoknál is 5-10 percet szán arra, hogy csak az alapokat átvegyük. And it doesn't have to be anything, it's safe, basic safe and movement techniques. Semmi extra, csak az alapvető védési és mozgási technikák. And that's probably the biggest thing, whether you're a goalie coach or not, but what you can do for your goalies is to give that 10 minutes at the beginning of practice, and one shooter, whether it's coach or player, but one net
one shooter, one goalie, 10 minutes, that's already huge if you can do that, if not every practice, but twice a week. Mindegy, hogy valaki kapus edző vagy nem, óriási előrelépés a kapus számára, ha ezt az időszakot kivesítik az ő fejlesztésében. And that's also time when you can work with players on the individual skills, more on closed environment. Persze, időt kell szánnunk arra is, hogy a mezőnyjátékosoknak az egyéni készségeit fejlesszük ilyen zárt környezetben. And from goalies, kind of same idea as we talk with players that what kind of situation happened in the game. And many times, like I said, if we do flow drills in practice, one guy coming 1-0 takes a shot. Ugye milyen jellegű mérkőzés helyzetek történnek általában, ugye ezek az edzés gyakorlatok is persze ezt célozzák. So from goalie perspective, team practices many times have way too much 1-0, 2-0 drills. De sajnos azért a kapusok szemszögéből néha ezek az edzés gyakorlatok túlsúlyban vannak olyan elemekkel, amikkel a mérkőzésen nem találkozik. Egy csatár jön rá, ketten, ez ritka a mérkőzésen. But even on those 1-0, 2-0, if you can get the players execute game like, that's for goalies also then to play game like. De hogyha el tudjuk érni, hogy a játékosok még ezeknél a játékhelyzeteknél is az edzésen úgy kivitelezzék a mozdulatokat, mintha mérkőzésen lennének, akkor az a kapusnak is segít, hogy mérkőzés jellegű helyzetbe kerüljön. And like I said, the repetitions are done in team drills. So push the goalie also, especially in youth hockey, it's common see that we had the goalie like this there and then he gets hit by the puck and maybe flaps his arms. Look, push the goalies to do things game like, force them, game stance, get out, move. Ugye az edzésen hajlamosak a kapusok is kicsit ellazázni a dolgokat, és nem olyan színvonalon kivitelezni az alapmozdulatokat sem, mint a mérkőzésen tennék. Helyezzük őket nyomás alá, és követeljük meg tőlük, hogy úgy védjenek a legegyszerűbb edzés gyakorlatnál is, mintha az egy mérkőzés helyzet. And small area games are really great for goalies. A kis területen történő játékok a kapusok számára is hasznosak. For goalie, it's like real game in miniature. Az nekik olyan, mint egy ilyen miniatűr, valós mérkőzés. Yeah, I'll leave about goalies on there, and do I still have time? A couple more minutes? Well, okay. So just thoughts about this whole thing. Akkor néhány gondolat a végére. Game is more chaos than control. A játék az sokkal inkább kaotikus jellegű, mint tudatosan uralt, irányított. So, how situation really happened in a game? And example for this, we can draw neutral zone regroup. How we want the players to go. Ugye, hogyan történnek a helyzetek a valóságban a mérkőzésen? Most ha nézzük még példát, mint a semleges harmadban, hogyan helyezkedjünk, hogyan vegyünk fel a pozíciókat? And then I life tag the game and let's say there's 30 regroups in a game. Mondjuk 30-szor van erre szükség egy ilyen mérkőzésen. And 5 out of those 30 regroups are something or goal as you have drawn the lines for the players. És ebből körülbelül 5 zajlik úgy, ahogyan azt előzetesen egy táblára felrajzolhat az edző. Other ones, opponent is forcing right away, we don't have time. Someone is late, someone is changing, we have all players on the same side. Egy nagy része az eseteknek pedig teljesen máshogy zajlik, mint ahogyan az el van tervezve. Éppen valaki cserél az ellenfél máshova megy, mint ahova számítottunk. Valaki lekésik a saját pozíciójának a felvételéről. So, because opponent actions always affect how we can do things also. Úgyhogy hiába tervezünk meg bármit, az ellenfél magatartása az befolyásolni fogja, hogy egy adott helyzetben mik a lehetőségek. So, it's nice that we can have this control breakout or whatever, but if the opponent is standing right where you should pass the puck, I don't think you should pass the puck there. Ja, nagyon szép, ha megtervezzük a támadás vezetésünket, de hogyha az ellenfél éppen ott áll, ahol a játékostól elvárjuk, hogy passzolja a korongot, akkor talán jobban teszi, ha mégsem oda passzolja. Importance of the hockey sense. A jégkorongos érzék jelentősége. That's what I've seen. Diego and Pat probably have more experience, but
from my experience, that's the biggest limitation for players to advance, play at the higher level. És nyilván Petnek és Diego-nak több tapasztalata van ebben, de valószínűleg megerősítik ők is, hogy sok játékos ezért nem tud magasabb szintre lépni, hát ez a bizonyos étrólagos érzék hiányzik. So we come to that, the decision making drives the execution. A döntés hozatal vezet a kivitelezéshez, az előzi meg a kivitelezést. So how I use my skills in this game situation. Hogyan alkalmazom a készségeimet ebben a konkrét játékhelyzetben. So like it's players have to understand concepts and have to understand the options, but it's much more important to be able to adapt and react and improvise than just skate the line that the coach draw. Kulcsfontosság, hogy a játékosok értsék a fogalmakat, értsék az elméleti lehetőségeket, de még ennél is fontosabb, hogy képesek legyenek a helyzethez alkalmazkodni, a helyzetre reagálni, és nem csak a sablonokat kivitelezni, hiszen egy nyílt környezetben zajlik be jobban a mérkőzés. So this we talked about purpose of the drill, why and how to execute. Ugye mi egy edzőgyakorlat célja? Miért és hogyan kell az végrehajtani? What are we trying to get better at? Mi az, amiben jobbak szeretnénk lenni ennek végre? Like I said, there's endless number of different kind of drills, practices, YouTube, different books. Végtelen számú edzőgyakorlat van, ezek hozzáférhetőek a YouTube-on, könyvekben. More important is the details and demand. De, how you run that. It's not what the drill is, it's how you run and what you demand. Sokkal fontosabb, hogy nem az a lényeg, mi az az edzésgyakorlat, hanem hogy hogyan kivitelezi a játékos, és mi hogyan vezetjük annak az edzésgyakorlatnak a kivitelezését. Odafigyelünk-e a részletekre, és megköveteljük-e a játékostól, hogy ő is. Performance of the team is cooperation of five players at a time. Csapat teljesítménye az öt játékos együttműködésén alapul. And technically skilled player is different from impact player. Nem biztos, hogy a technikailag legképzettebb játékos lesz a mérkőzést eldöntő játékos. And especially like in youth hockey, you get fooled by the skill differences. És utánpótlásra szinte nagyon könnyen megtéveszthetnek minket a játékosok közötti készség különbség. And this is something we should think about also, like that skilled player can be a great player in under 14, under 16, national level, might be even older in older age groups, but we have to aim pro hockey and international level when we think about developing the players. Megtörténhet, hogy egy játékosunk a saját korosztályában kiemelkedőnek tűnik, de nekünk nem azokhoz a gyerekekhez kell viszonyítani őt, akik közül kiemelkedik, hanem az ahhoz a szinthez, ahova mi el szeretnénk őt juttatni, a válogatott és a nemzetközi szinten. So to help those skilled players to be able to reach the higher levels, that in youth hockey we talked about the success and that it drives too much and well, this guy scored 5 goals and I'm happy with him, but that's not the point. The point is where this player will be in 5 years. That's where we're working to. Nagyon sokszor, hogyha van egy gyerek, aki mondjuk 5 volt, elégedettek vagyunk vele, de akkor elvesztjük az igazi lényeget a szemünk elől, hiszen az az igazi kulcskérdés, hogy 5 év múlva hol lesz ez a játékos, hol kell, hogy legyen, és hogy fogjuk mi oda eljutni. And this is a little bit, we talked about this problem in Hungary, and like how we can develop the top skilled players to be able to be even play pro, be impact players on pro, be international level players, be impact players in international level. És Magyarországon is egy probléma, hogy hogyan tudjuk eljutatni a korosztályok legügyesebb játékosait olyan szintre, hogy profi játékosok legyenek, vagy meghatározó profi játékosok, vagy válogatott játékosok, vagy meghatározó válogatott játékosok. Because we have a lot of skilled players. Mert vannak nagyon ügyes, magas szintű készségekkel rendelkező játékosok. But how we can get them doing the things we or what I talked here, like how we can get them to be able to play the game.
more effectively. De hogyan tudjuk elérni, hogy ők a játék során is kellő hatékonysággal vessék labba ezeket a készségeket? Be more effective on higher level, higher competition. És megállják a helyüket magasabb színvonalú versenyzésben, bajnokságban. And these are my thoughts. Compete level that in youth hockey the top players get away too easy. És az ő megállapítása, hogy a legügyesebb játékosok túlságosan is könnyen érvényesülnek az utánpótlás szinten. You don't need to do your best because you get away doing 70% because nem kell, you're more skilled. Nem kell kihozni magukból a 100%-ot, mert már 70%-on is kiemelkednek a társaik között. And as coaches, that's why we need to push them, whether it's playing older age groups, creating drills like we talked, that we force them to go on the limit. És edzőként nekünk is meg kell találni a módját, hogy eljutassuk őket a határaikig, hogy feszegessék azt, játszanak esetleg idősebbekkel, edzenek idősebbekkel, vagy olyan edzőgyakorlatokat tervezünk, ami arra kényszeríti őket, hogy kihozzák magukból a bennüket. We need to teach them understanding and executing concepts and options. Again, it comes to that because skill levels are so different, you can do whatever you want to beat the opponent. You don't have to execute the concepts or play as a team because you're individually so much better than the others. Nagyon fontos, hogy ezek a játékosok, a kiemelkedő játékosok is értsék és tartsák is be azokat a koncepciókat, azokat a terveket, amiket mi hozunk, hiszen ők nagyon könnyen érvényesülnek akkor is, ha azt csinálják, amit ők akarnak, és nem az szerint játszanak, amit elvárnak. And the transition from youth hockey to adults, like we talk, we need better playing skills. Hogyan fog az utánpótláskorú játékos a felnőtt mezőnybe is bekerülni és ott megfelelni? Ehhez a játék készségeknek a magasabb színvonalon szintje kell. The individual skill level is good enough to play pro, but their playing skills are not good enough. Az egyéni készségek az esetek többségében a kiemelkedő utánpótláskorú gyerekeknél megfelelőek lennének ahhoz, hogy profi szinten játszanak, de a játékkal kapcsolatos készségeiknek. And I finish with this thought here that one of my teachers said that you learn to play by playing. Egy tanár azt mondta, hogy a játékot a játék révén sajátítod el. So let the players use their skills in game environment, create that game environment. Teremtsük meg azt a mérkőzéshez hasonló környezetet, amelynek révén a játékosok ki kell, hogy hozzák a készségeiket magukból. And with younger kids, especially that we need to teach them skills, we need to teach them in that close environment the basic skills, but we need to let them use those skills in those small area games and similar. És a kis gyerekeknél pedig persze zárt környezetben is foglalkozni kell az ő készségeik fejlesztésével, de meg kell tenni a lehetőséget arra, hogy kis területen, a játék során, nyílt környezetben is fejlesztik ezeket. Thank you.